Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön Pál apostolnak Tesszalonika városában élt keresztjénekhez írt leveléből olvasok, a második levél harmadik fejezetéből a következőt. Testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül, és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Még akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Halljuk ugyanis, hogy némelyek közületek tétlenül élnek. Nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Eddig Isten írott igéje. Lehet, hogy valakinek már összeállt a fejében ez a felolvasott szakaszt hallva, hogy miért is hoztam ide ezt a levelet, hiszen most a bibliaolvasó kalauzunk szerint nem ez az új szövetségi szakasz, nem ezt olvassuk, viszont egy olyan nemzetközileg is jegyzett ünnepnap előtt vagyunk, ugye május 1-jére gondolok, amit így nevezünk, hogy a munka ünnepe. Na most biztos vagyok abban, hogy a keresztény egyházban nem feltétlenül automatikus az, hogy nekünk a munka ünnepét meg kelljen ünnepelni. Teljesen tisztában vagyok ezzel, nem is erre hívlak benneteket, hogy ünnepeljük majd együtt a munka ünnepét, mindenki megoldja ezt majd otthon is, örül a munkaszüneti napnak. Azonban érdemes egy kicsit elgondolkozni ennek az egésznek a hátterén, hogy mit jelent keresztény emberként a munkára gondolni. Mit jelent számomra keresztény emberként az a szó, hogy munka, jelent-e valami töbletet, amikor én a munkára gondolok, vagy a munka végzésemre gondolok, az, hogy keresztény vagyok. Nálunk Magyarországon meglehetősen terhelt ennek a gondolatnak a teljessége, akár hogyha a május 1-jére gondolunk, hiszen szerintem a jelenlévők közül elég sokaknak eszébe jut az, amikor kivoltunk vezényelve és felvonulni kellett mindenféle kiváló ember képe alatt, Marx, meg Engels, meg még az 50-es években, amikor tombolt a kommunizmus, akkor ilyen molinók alatt kellett vonulni a szerencsétlen magyar embernek. A felirat ez volt, éljen Rákosi Mátyás elvtárs, szeretett édesapánk és tanítómesterünk, ezeket kellett vinni és ez alatt vonulni, és az embernek forog a gyomra, de úgy a szó valódi értelmében, hogy egy egész nemzet volt képmutatásba belepréselve, hogy egy gyilkos, egy nemzetrontót kellett élteni, és tudom én, hogy sokan ezt úgyse gondolták komolyan, sajnos voltak, akik igen, teljesen mindegy. Szóval nem cseng jól nálunk Magyarországon ez az egész gondolat, pedig érdemes egy kicsit így a keresztény töbletre, vagy töbletből rágondolni erre az egész munkakérdésre. Egészen az ipari forradalomig érdemes visszaszaladni, hogy megértsük, és tényleg csak egy röviden. Annak idején, amikor az ipari forradalom utat tört magának, a szerencsétlen kisemmizett munkások 10-14 órás munkarendben voltak, elindult a tiltakozás, ez embertelen, ezt nem lehet bírni. Aztán eljutunk 1886. május 1-ig, ahol Chicagóban az elégedetlen munkások összecsapnak a rendőrökkel, halálos áldozatok, és innentől van nemzetközileg jegyzett ünnepként ez a nap május 1-je. A történet gyönyörűen rávilágít a mindenkori ember tragédiájára, ahol érdekes módon akármilyen civilizációban élünk, akármilyen kultúrkörben, valahogy mindig jelen van az elit által elkövetett kizsákmányolás, vagy éppen a tanulatlan tömegek kiszolgáltatottsága. És azt gondolom, hogy ezek viszont már olyan témák, amivel keresztény emberként is foglalkozni kell. Pláne, ha elmondom a következő mondatot is, öveket bekapcsolni. Keresztény emberként kevés olyan terület van az életben, ami jobban alkalmas lenne Krisztus felmutatására,
mint a munka végzésünk. Tessék? Miről van szó? Hogy értjük azt, hogy a keresztény ember életét átjárja a Krisztus követése, de hogy még a munkámban, a munkavégzésemben, vagy a munkahelyemre való gondolást is meg kell, hogy határozza azt, hogy én keresztény ember vagyok. De ezt azért nehezen tudjuk már összepakolni. Nem kicsit túlzás, ez kedves lelkész úr. Mi köze van Krisztusnak a munkavégzésemhez? Hiszen a munkámat a fizetésért csinálom, azért, hogy meg tudjak élni, azért, mert éhes vagyok, azért, hogy ne kelljen sátorba laknom. Hol jön ehhez a Krisztus? Persze értem én ezt, a gondolatot, de mindezek ellenére tartom, a keresztény ember a munkavégzésén keresztül tudja az egyik legjobb módon felmutatni Krisztust a világnak. Azért, mert ma olyan statisztikák vannak Magyarországon is, hogy az emberek több mint 70%-a nem szereti a munkahelyét. Úgy éli le az életét, hogy úgy jár évtizedeket dolgozni, hogy nem szereti, nincs öröme benne. Gondoljunk bele, milyen kihatása van erre egyébként a családi életére, milyen kihatása van ennek az egyéni életére, a szocializációjára. Egészen döbbenetes adatok ezek. A keresztény ember hitelessége, hiszem, azon múlik, hogy mennyire van összhangban az ő élete Krisztus tanításával. A Biblia tanításával. És a Biblia legelején azt olvassuk, hogy amikor Isten megteremtette az embert, rögtön munkára küldte. Rögtön feladatot és megbízást adott neki. Azt olvassuk a Biblia kezdetei lapjain, fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Művelje és őrizze. Munka és feladat. Kedves ember, erre vagyunk megalkotva, erre vagyunk kitalálva, hogy azt, amit az Isten átadott nekünk szeretetéből és mérhetetlen bölcsességéből, azt mi vigyázzuk, azt mi műveljük, azt mi őrizzük, annak a kibontakozását segítsük. Ezért kimerem jelenteni, hogy csak annak a munkának van értelme, amit megbizatásként tudsz felfogni. Csak az a munka teremt rendet kívül és belül, amit megbízatásként tudsz értelmezni. Csak az a munka ad örömet, amire úgy tudsz tekinteni, mint megbízatás. Csak arra a munkára lesz erőd, ami felől meg vagy győződve, hogy nem véletlenül talált meg téged ez a munka. Ez a te feladatod, ezt te tudod elvégezni. Így hangzik még egyszer ez az ősi megbízás. Fogta az Úristen az ember, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ez a mi emberi pluszunk. A munka, a megbízatás, a küldetés. És ez kiemel minket minden élőlény közül, mert csak az ember kapott megbízatást Istentől. Csak az embernek a megbízatása szól a munkáról, őrzésről, teremtésről, alkotásról, továbbvivésről. Pál apostol ezeket a sorokat, amiben elhangzik ez a mondat is, talán emlékeztek, átjött ez a hétköznapi szóhasználatba is, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, ugye? Pál apostol ezeket a sorokat a tesszaloniki ókori makedón városban létrejött keresztény gyülekezetnek írja. De miért írja nekik ezeket a sorokat? Ez egy nagyon jómódú város volt annak idején, konzuli székhely, híres hajójavító műhely volt, fontos hadi, gazdasági útvonalak mentén feküdt, gazdag emberek éltek ebben a városban. Nagyon korán keresztény gyülekezet alakult, Pál ezt a levelet a Krisztus utáni 50-es években írja, tehát alig Krisztus halál után pár év, vagy feltámadása mennybevetve után pár évtizeddel, tehát nagyon fogékonyak voltak a tesszalonikiak az evangéliumra, azonban lehet, hogy pont amiatt, mert túl jó módban éltek, kialakult egy olyan gondolkodásmód, hogy hát úgyis nem sokára visszajön az Úr Jézus, ne nagyon törjük itt magunkat tevékenységekkel, munkával, alkotással, meg nem tudom mivel, tétlenül tengették a napjaikat. És ez a gondolkodásmód átment a gyülekezetbe is. És Pál hallja ezt a hírt, hogy a keresztény gyülekezet teli van tétlen emberekkel, akik haszontalan dolgokat tesznek, tollat ragad, levelet ír neki, és azt mondja, magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinek az ingyen kenyerén,
hanem fáradtsággal és feszültséggel dolgoztunk éjjel-nappal, nehogy valakit megterheljünk közületek. Na ez a példa. Azt írja le itt az apostol, hogy amikor oda mentünk közétek, és megalapítottuk a gyülekezetet, hónapokon, éveken keresztül közöttetek éltünk, soha senkitől nem kértünk egyetlen falatot sem, soha senkinekre nem voltunk rászorulva, hanem a saját munkánkat, a saját kétkezünk munkáját végeztük egyfelől, hogy meg tudjunk élni, másfelől végeztük a gyülekezet alapítás munkáját. Nem ingyen éltünk közöttetek, kedves tesszalonikaiak. Nem tétlenül éltünk közöttetek. Nem fölösleges, buta dolgokra tettük az időnket, meg töltöttük az időnket, meg haszontalan dolgokra, hogy írja. Dolgoztunk. Ebben is példát mutattunk nektek. Hát hogy lehet az, hogy közöttetek terjed ez a gondolkodásmód, hogy tétlenül lehet egy keresztjén embernek élni. Egy keresztjén embernek, aki hisz abban, hogy küldetést és megbízást kaptunk egyedül, egyenesen a Teremtő Istentől. Ez ellentétes egymással, ez nem illik össze. A tétlenség, az idő felesleges töltése az a világra jellemző, kedves testvérek, nem ránk, keresztjénekre, mondja az apostol. És nézzétek meg, duplán dolgoztak. Kétkezi munkát végzett az apostol is meg a munkatársa, hogy legyen miből élniük, és mellette még pluszba végezték a gyülekezet építés munkáját is. Na ez az, amire egy kívülálló azt mondja, hogy ezek bolondok. Duplán dolgozni. Mi keresztjének meg azt mondjuk, ezek megbízottak. Ezek értik a keresztény élet alapvető küldetését és feladatát. Emlékszel? Csak arra a munkára lesz erőd, ami felől meg vagy győződve, hogy nem véletlenül talált meg téged a feladat. Egy keresztény ember így áll hozzá az élet legalapvetőbb dolgához, a munkához. Keresem benne, még akkor is, ha nem jó, még akkor is, ha esetleg nem olyan a főnök, még akkor is, ha teli van a munkatársaimmal a hócipőm, akkor is keresem benne azt, amin keresztül én méltó lehetek a nevemhez, hogy keresztény vagyok. Amikor tehát a munkádra gondolsz, kérlek, tedd fel a kérdést, milyen indítatásból végzed? Milyen indítatásból dolgozol? Tudsz rá megbízatásként tekinteni? Mint az a terület, amin keresztül te meg tudod mutatni a világnak, hogy én más vagyok. Hogy én nem csak a magam életéért, meg jólétéért dolgozok. Felelősséget érzek másokért is. Nekem küldetés a munka. Én ebben is Isten hatalmát és rendjét akarom megmutatni. Tudunk így gondolni a munkánkra? Olyan nehéz így gondolni sokszor arra, nem? Martin Luther King, talán mindjárt ismerjük a nevét, a híres színesbőrű prédikátor, ugye az Egyesült Államokban a múlt század közepén élt, a fekete bőrűek egyenjogúságáért küzdött, és ő mondta egyszer, ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek és a földnek minden lakója megálljon egy percre, és azt mondja, íme itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját. Mert a keresztény ember a munkavégzésében is Krisztust akarja felmutatni. Méltó akarok lenni ahhoz, akiről neveztetek keresztjénnek. Méltó akarok lenni, és meg akarom mutatni azt, hogy én akkor sem leszek olyan, mint az átlagember, aki csak morgolódni, zsörtölődni tud, aki neben nincs kitartás, aki feladja, én a munka végzésemben is őt akarom tükrözni. Mert Krisztus sem élt léhűtő életet. Krisztus sem élt tehetetlen életet. Krisztus sem élt unatkozó, lusta életet. Hanem az egész földi léte azzal telt, hogy másokért élt, ment, dolgozott, vállalta a veszélyt, vállalta a küldetést, mert megbizatása volt. És a keresztény ember ebben hisz. Úgy végezhetem a munkámat, hogy azáltal Istenre mutassak. Ha másoknak belefér az, hogy lopnak, csalnak a munkahelyükön, az enyémben nem fér bele, mert én Istenre akarok mutatni.
Ha másiknak belefér az, hogy lekönyököli a másikat azért, hogy jobb pozícióba kerül, nekem ez így nem fér bele. Mert hiszek abban, hogy az Isten megáldja a munkámat enélkül is. Ezt jelenti keresztény emberként munkát végezni. Pál olyan szinten annyira komolyan gondolja ezt, hogy ezt írja a Tesszalonikiaknak, mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, ritkán használ ilyen erős szót, megparancsoljuk, és a lelkökre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Nagyon fontosnak tartotta ezt az apostol, ezért mi, akiknek szintén a Biblia a zsinórmértékünk, nekünk is fontosnak kell tartani. Mert ez a világ Istentől kapott rendje. Kevés olyan terület van tehát az életben, ahol a keresztény ember meg tudja mutatni azt a különbséget, azt a minőséget, amit keresztény emberként jelent élni. Olyan érdekes, ma már egyébként egyértelmű kutatási eredmények vannak, ez is az Egyesült Államokból indult, aztán azóta már világszerte csináltak ilyen felméréseket, hogy a hitét komolyan vevő keresztény munkavállalót jobban megéri alkalmazni, mint másfélét, mert kevesebbszer beteg, statisztikailag kimutatható kevesebbszer beteg, nem él vissza a táppénz intézményével, lelkiismeretesen dolgozik, lelkiismeretesebben, mint az átlag, nem lopja szét a munkahelyét, és lehetne sorolni. És azt hiszem, ha ezeket végig gondoljuk, ezek mind-mind olyan megmutatása a bennünk lévő Krisztusnak, amire szüksége van ennek a világnak. És végezetül hadd hozzak be egy gondolatot, amely előbb-utóbb úgyis utol fog érni mindnyájunkat. Egyszer el fog jönni a mi életünkben is az, hogy majd már csak visszafele tekintünk az életünkre. És nagy bölcsen megállapítjuk majd azt, hogy te jó ég, a legtöbb időt tényleg a munkahelyemen töltöttem életemben, csak későn ne legyen rájönni arra, hogy ennek mekkora jelentősége van vagy volt, hogy hogyan végzem a munkámat. Már csak azért is, és itt jön az új dimenzió, már csak azért is, mert jönnek majd utánam. Jönnek majd utánam a gyerekeim, jönnek utánam majd az unokáim, jönnek utánam majd a népem következő generációi is, és az, ahogyan én most éltem, ahogyan a munkára gondoltam, az ő holnapjukat fogja meghatározni. Hadd olvassam föl befejezésképpen Kós Károlynak egy írásából egy részletet. Ez a nagy Erdélyben született építész, író, politikus, nagyon sok mindenhez értett, erről a gondolatról a következőképpen vallott. Szeretném megérni, hogy kicsiny kis portámat olyan rendben lássam, ahogyan én azt elgondoltam magamnak. Legyenek a földek egy tagban, gyümölcsfáim termők, pajtám tele, méhesem népes. Legyen minden gondosan gondozva, tisztán művelve, rendben tartva. Szép legyen és gyönyörű a szemnek. És azt szeretném, hogy gazdaságom, amelynek minden rögét magam szereztem, minden fűjét, fáját magam ültettem, minden épületét magam építettem, így szálljon az én maradékaimra. Ezt szeretném megérni épségben, egészségben. És ha ezt megértem, örömmel megyek majd el, én mulandó ember. Hogy itt aludhassam örök álmomat, öreg tölgyfám tövén, virágzó gyep alatt. Mert majd hallani fogom onnan is, méheim döngését, unokáim unokáinak lépéseit és boldog kacagását. Na hát ezt jelenti keresztény felelősséggel élni, végezni a munkát, a küldetést, hogy nem csak magam vagyok magam szem előtt, hanem már látom magam előtt a következő nemzedéket, akiknek példát adhatok a munkavégzésem által is. Így legyen. Ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy csodálatos rendben alkottad meg ezt a világot. És azt szeretnéd, hogy a mi életünk is rendben legyen.
rendben legyen a környezetünk, rendben legyen a szívünk, a lelkünk, rendben legyenek családi, emberi kapcsolataink, rendben legyen a munkavégzésünk, mert a rend az megtart, mert a rend az erő. Köszönjük Istenünk, hogy mi keresztény emberként gondolkozhatunk erről. És amikor a munka előkerül, vagy akár a munka ünnepe előtt vagyunk, akkor nem ostoba szólamokat, nem hazugságokat kell zászlóra tűzni, hanem keresztény emberként gondolkozhattunk erről őszintén. Áld meg az életünket, hogy úgy végezzük a munkánkat, a küldetésünket, hogy az méltó legyen hozzád. Hogy majd egyszer az utánunk jövő nemzedékek hálát adva gondolhassanak ránk. Hogy úgy éltünk, úgy végeztük a munkánkat, hogy abból számukra áldás áradt. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat. Amen.